És tart, elindult a nap harmadik futama, ez a Mágnás díj, és az indítás követően Gergely, valamint Avignon párosa az, aki a legerősebb elmenek vezetni, másfél ossza mögöttük, Csincsinek kicsit lovagolja Nagy Tamás, de tartja a harmadik helyét. A favoritok hátrébb jelenleg piros sapkában Bramászra Parigállal, momentán a negyedik Eminent Viktor, az ötödik Botanész pedig Georgiev kezében visszacsúszik a sor végére, akkor, amikor a mezőny elhagyja az ügetőn átjárót. Jó 1000 méter van még hátra a futamból, Gergely pedig a favorit, a falon vezet. Gergely előnye fél hossz Avignonnal szemben, Gergely, Avignon, Csincs az első három, Bramászra könnyen jön mögöttük Eminent Viktor, és kívülről szép lassan megkezdi az árkózás Botaniszt a sor végén. Egyáltalán nincs ő sem reménytelen helyzetben, amikor az élmezői már a kanyar közepén jár, túl vannak a 800-as táblán, és Gergely egyelőre még próbálja és tudja is védeni a vezető pozícióját. Gergely mögött a falon, Csincsin kívül pedig Avignon, nincs tehát változás. Eminent Viktor egy kicsit lovagolni kell, Bramászra pedig majd ott a barrier mellett próbál feljebb zárkózni, Botaniszt is elindulni látszik talán a mezőny végéről. Szépen összeér a mini csapat, Gergely elfarad, Csincsin veszi át a vezetést, őt pedig Avignon, illetve a falon Bramászra támadja. Meglepetés, Eminent Viktori nagyon-nagyon mattul mozog, és csak a negyedik helyen nem lesz ott a dobogón. Csincsin vagy Bramászra a falon, Avignon is nagyon-nagyon jól mozog, Bramászra folyamatosan közelít, az utolsó 100 méter kezdetén Bramászra átveszi most már Csincsintől a vezetést, és Bramászra megszerzi idei második győzelmét is. Bramászra, Csincsin és Avignon az első három, Botaniszta negyedik, Eminent Viktori csak ötödik a sor végén, Gergely.